apa. Én vagyok az, hallasz? A te rakoncátlan fiad. Azad. Ő az édesapám. Apa, ő Azad. Keresnek téged, Ali. Apám parancsára. Az összes ember rád vadászik, és megtalálnak. Nem fognak. Nem tudnak. Vagy te megmondtad, hol vagyok? Dehogy mondtam, minek nézel? Igazad van, ezek... úgyis megtalálnak. Mindenkit megtalálnak. Beindult a parasztvakítás. Hogy ezzel mennyire ártatlan? Hogy ezzel nem kerülhet újra börtönbe, mert ezzel annyira rendes. Ezzel a derék, ezzel a bátor, ezzel a hős, ezzel. Mindenki vele foglalkozik. Ali meg már kit érdekel? Talán még téged. Igen, engem. Én gondolok rád. Próbálok megvédeni. Mert szeretlek. Látod, apa? Mégsem lettem olyan elveszett ebben az életben. Mert sikerült magamba bolondítanom egy ilyen lányt. Így van, Ali. Szerelmes vagyok beléd. És emiatt kell feladnod magad. Nem azért, mert ezzel érdekel, hanem mert szeretlek. Amikor elárultad a legjobb barátodat, akkor is szerettelek. Amikor neked más volt fontosabb, nekem csak te. Amikor hibáztál, megbántottál, még akkor is. Ha viszont képes vagy a legjobb barátodat, mindenki szeme láttára másodszor is börtönbe küldeni. Hogy tudnálak már szeretni? Hogy tudnék bízni benned? Nem akarlak elveszíteni, Ali. Egyszerűen tudom, hogyha ezt most nem teszed meg, te sem leszel boldog. Nem leszel az, és én sem. Add fel magad, kérlek, majd találunk valami megoldást. Ne kövesd el ugyanazt a hibát. Hibát követek el ezzel, ugye, apa? Megint hülyeséget csinálok. Tudom, hogy sokat hibáztam, Azad. És sok mindenkit bántottam. Bár visszacsinálhatnám az egészet. Vagy csak azt a napot. Azt a napot, amikor az egész elkezdődött. Mikor ez lettem? Kinyírjalak, haver! Tudod, te, kinek a környékén gizdázol? Öcsém, itt én vagyok a góri, nem ezek a kis pöcsök. Tűnj el a buszba, vagy neked annyi. Húzz el, tipli! Menjünk mi is, Ali. Kezdődik az évzáró. És aztán? Apád mit fog szólni? Ha megtudja, hogy már 2 éve kirúgtak? Semmit. Amúgy úton van, jövő héten jön haza. Addig meg majd szerzek egy bizonyítványt. Azért ez elég genyúság vele szembe, haver. Csak téged tanított az öreg. Még jó, hogy a családod nem veszi észre, hogy kirúgtak a francba. Nekem te ne ugass! Hallod? Lelőjelek, hülye gyerek! Kinyírjalak! Gyere már be te! Csak poénkodok. Na, másszál. Ali vagyok. Tatár Ali. Ja, ez tényleg elég gáz. Milyen Ali legyek akkor? A hatalmas Liza kapitány fia. Milyen Ali legyek, mondd már. Basszus, ugye nem anyádék jöttek? Ne fossál már, azok falura mentek, későn jönnek.
szeretnék tőled bocsánatot kérni. Figyelsz, apa! A fegyvert a nagybátyám adta. Már vissza akartam adni, és esküszöm, vissza is vissza. Apa! Azért mentem el melózni a műhelybe, hogy legyen pénzünk. Ha te nem tudnál küldeni. És a suliba is visszamentem volna, ha már kicsit jobban el vagyunk, apa. Mindent helyre hozok. Méltó leszek hozzád, apa. Nem hozok rád szégyet. Esküszöm, nem lesz gond. Büszke leszel rám, apa. Nem én vagyok a te okos fiad, ha? Nem én vagyok a legkedvesebb fiad. Apa, nagyon sajnálom. Hallod? Rohadtul sajnálom, de nyisd meg ki, kérlek, és bocsáss meg. Bocsáss meg nekem. Bocsáss meg, a rohadt életbe vár! Ne haragudj rám. Mindent jóvá teszek. Minden jó lesz, apa. Büszke leszel rám. Még büszke leszel rám. Zonguldak 2011. Bocsáss meg, apa. Kérlek. Bocsáss meg. Ali, ne csináld. És meg, fel kell adnod magad. Ali! Téfik, miért követtél? Ali, add azt ide. Szépen kérlek. Ali. Ott vagy, kihozták már? Ismételt hangosan, amiket mondok. Főnök, állj már meg, elszédültünk. Hogy megtaláltad? Most akkor megtaláltad, vagy elmenekül? Honnan tudja? Őt ismerve a világ végére tetszik. Én mutassam be neked a fogósait. Na, na, hogy fegyvert fogott rá. Mondtam én, hogy hülye lesz ide jönni, nekem se jutna eszembe. Ezt magyaráztam. A csillagokat is lekönyörögheted. Ali magától nem fog ide jönni. Elnézést! Vigyenek Engin felügyelőhöz. Mondandóm van neki. Az irodájában. Nem érti? Vigyen oda! Vagy most beszélek, vagy soha. Megtenné, hogy felhoz nekem egy teát? Engin felügyelőnél leszek. Gyerünk! Nyugodj meg! Ezeltől tartasz? Nem, az öregtől óckodom. Kezet fog fogni veled. Márpedig az az öreg, akit én ismerek, még a játék kedvéért sem tenne ilyet. Csengész, mesélek neked valamit. Az öreg okos és bátor is, akár egy oroszlán. De végeredményben az oroszlán is csak egy vada vadász számára. Ha egyszer ketrecbe zárod, majd elengeded, nem tud megélni szabadon. Csengész, hidd el, nem ez lesz az első készfogásunk. Ezt nem értem. Amikor börtönbe juttattam, azt mondták, ez az ember nem beszél, nem törik meg. Én leültem vele szembe, felkapcsoltam a villanyt, és kezet nyújtottam. Erre ő? Megszorította a kezem. És közben zokogott, mint egy taknyos kölyök.
Bátyám. Amit a minap mondtam neked. Öcsém, ha a fa egyszer megtörik, utána bárhogy támasztod is, nem lesz a régi, nem áll majd egyenesen. Kiről beszélsz? Kerem, Yusuf, legyőztek engem, kiütöttek, kitépték a gyökereimet. Miről beszélsz? Nézd, öcsém, a viharban a fa hogyan kifordul a földből, tudod? Ahogyan az égből lecsap a nagy fényesség, a hatalmas villám, élesen, cikázva, pontosan a fa közepébe csap, az meg nagy recsegéssel, ropogással a földre zuhan. Engem is így taszítottak le, öcsém. Bátyám. A hatalmas Ramész Karaheskit. Hányszor taszítottak le ezek az emberek? Amikor fel akartam emelni a fejemet, ütöttek. Letaszítottak. Igazad van. Sok volt az elszámolnivaló. Téged is erre használtalak. De higgy nekem. Hidd el nekem, nem a hatalomért, és nem is a pénzért. Csak azért, csak is azért, hogy ma itt legyek. Hogy emelt fővel legyek itt. Csak de ember vadász, és préda is. Mindenki egyszerre gyenge és bivaj erős. És nem lehet tudni, mikor lesz egyikből a másik. Látják, minden rendben ment. Egyesültek az erők. Na, Ramész, mit mondasz? Bemet kínálom. Tudod, barátom, hogy a viharban hogyan recsegnek a fák, ha a villám beléjük csap? Nem ezt beszéltük meg. Hazudtál. Nem a megbeszéltek szerint csináltad, te sem. Te Alit akartad. Tessék, itt van Ali. Gyere, gyere. Megfizetszem. Ramész, mit tettél? Tönkretetted az üzletet? Jól van, nyugalom. Valamikor ez a hely derék emberek törzs helye volt. Most viszont úgy látom, fosztogatókkal töltötted meg, testvérem. Te régen nem beszéltél túlságosan sokat. Ahogy elnézem, mostanra szinte fecsegő lettél. Akkor most menj szépen és beszélj velük. Mondd el mindenkinek, tudják meg, hogy Ramész Karaheski eljött visszavenni a várost, Isztambult, aminek gondját kell viselnie. Ez az üzenet, megértetted? Halottak vagytok. Mind halottak vagytok. Hányadszorra? Neked ez lesz az első. Testvérem, menj, nézesd meg a kezedet. Nehogy baja legyen. Fiam! Halottak! Halottak vagytok mind? Halottak! De! Halottak! Gyerünk rajta, mondd csak! Ne tartsd magadban, he? Most akkor mi van, öreg? Tudsz járni, vagy nem tudsz járni? Az is csak színjáték volt, vagy mi? Hogy csináltad? Mikor csináltad? Még tart a kezelése. Igazából még nem is lenne szabad felkelnie. Na és mióta?
Jó régóta dolgozunk rajta, de ezt nem szabad senkinek tudnia. Ha az emberek erősnek látják apámat, akkor kicsit feszültek lesznek. De többet nem kezd föl, igaz, apa? Hallottad az orvost, különben hiába volt minden. Rendben, rendben, rendben. Én hősöm. Ő az én hősöm. Jó van, jó van, jó. Most mi van? Semmi. Beszélnünk kellene. Hogy, tudsz olyat is? Mit mondtam neked? Ha előkerülnek a fegyverek, eltűnsz a színről. Ali! Ne, Alice! Ha nem hallgatsz rám, mi a fenének tépem a számat? Akkor ezen túl majd... Előkapják a fegyvert, a kisasszony meg ott ácsorog. És ha lelőttek volna? Vagy mi van, ha Gellert kap a golyó? Vagy talán vessem magam röptében az útjába, vagy mi? Te kis Amazon! Nem is akarsz visszatartani? Nincs semmi értelme. Igazad van. Bugün öldürsen, yarın yaparım. Niye biliyor musun? Megöltem az apámat. Bu ellerle öz babamı. Allah'ın belası babamı, canımdan çok sevdiğim babamı öldürdüm, vurdum. Ezek után hogy tudnék élni? Egyáltalán van hozzá jogom? Vagy mentségem arra, hogy ezt ne tegyem meg? Nincs, Kenan. Erre nincs bocsánat. Úgyhogy ne akarj meggyőzni. Sőt, ha már itt vagy, inkább segíts. Bileklerimi keser misin? Çok insan öldürdüm. Emir verdim, öldüler. Emir verdim, sürüldüler. Emir verdim, işlerinden, ailelerinden ayrıldılar. Tudod jól, hogy hazudtam neked. Én adtam ki a parancsot, hogy ezzel meghalljon. De azt nem tudtam, hogy mert fog oda menni. Vagy mondhatnám azt a Shebnem nevű lányt. Rászoktattam a kábítószerre, hogy a későbbiekben kémkedjen nekem. Azad meggyilkolását is én terveztem el, és adtam parancsba. A 8-asnak. Elsősorban azért jött, hogy megölje Ramist. De képtelen volt rá. Ezért begyógyszereztem, és én magam adtam át Ezelnek. Akkor téged még nem ismertelek. Csak Kajától kaptam rólad jelentéseket. Ugyanis közölte velem, hogy bizonyos emberek akadályokat gördíthetnek elém. Ezért találnom kellett egy gyenge pontot. Ami, mint kiderült, mindnyájunk számára az volt. És amit, ha eltüntetünk, megszűnik a közvetlen veszély. Mindenki, aki gátolhat a terveimben, letűnik a színről. Szóval, Kaja egy nap felhívott. Azzal, hogy megvan, aki kell. A leggyengébb láncszem. Kenan? Épp egy megbeszélésen voltam, máshol járt a fejem. Így az egyszerű kérdésre egyszerű választ adtam. Tegyétek, mondtam. Kenan! Másnap reggel én is az újságokból értesültem, amiket Kaja elém tett. Egy cikkből a harmadik oldalon. Titokzatos leszámolás a kávézóban. Azután megnéztem a képeket is. Kár érte, gondoltam, milyen szép lány volt. Majd pedig folytattam a reggelimet. Hayasin öldürme mi istiyor musun? Hatta daha önce sen bana bir iyilik yapmak ister misin? Kardeşinin, Bahar'ın ölüm emrini ben verdim. Bahar!
yaşında öldürdüm. En değerli varlığımı aldım benden. O zaman sen de beni öldür. Ezerci sen öldürüm. Niye? Niye şimdi gelip söylüyorsun? Niye? Çünkü seni yaşatmanın tek yolu buydu. Kendini öldüreceğini ben öldür. Kendinden nefret edeceğine benden nefret et. Babanı özleyeceğine Bahar'ı özle. Babanı öldürdüğün için kendini öldüreceğine, Bahar'ı öldürdüğüm için sen yaşa. Senin hayatta kalmanın tek yolu bu. Niye? Çünkü ben sana aşık oldum. Hayır. Böyle bir hakkın yok. Böyle bir hakkın yok. Biliyor musun, ben bir kere daha aşık olmuştum. Sonunda ölmekten beter etti beni. Sonuna kadar bekleyeceğimi istedim ki en başından en kötüsünü yap bana. Delisin sen. Kardeşimi öldürdün. Seni seveceğimi mi zannediyorsun? Ha? O zaman öldür beni. Ama öldüremezsen seni hak etmek için elimden ne gelirse yapacağım. Sana asla yalan söylemeyeceğim. Hayatta bir tek sana güveneceğim. Ve günün birinde sen de bana aşık olacaksın. Bugünü hatırlayacaksın. Diyeceksin ki bu adam benim kardeşimi öldürdü. Ama ben onu öldüremedim. Öldür beni. Ben senin kardeşini öldürdüm. Öldür beni. Ben senin kardeşini öldürdüm. Öldür beni. Ya öldür. Ya seç. Kenan úr nem dolgozik ma is egész éjszaka, ugye? Próbálok rövid lenni. Sokat dolgoztál? Ezentúl akkor semmit nem kell. Unalmas volt velem? Mostantól nem lesz unalmas. Ha több pénz kell, vagy több izgalom, megkapod. Minden feltételed állom. Csak gyere vissza. Vissza kell jönnöd, gyerek. Tudom, hogy te is ezt akarod. A meló nagy részét megoldom. Ez eddig is megvolt. Mióta te elmentél, de a sikereket nem lehet egyedül kiélvezni. Ahhoz egy társ kell. Egy testvér, aki melletted van. Aki együtt örül veled. Van feltételem. Mondd. Inkább Selmának. Te is akarod, hogy visszajöjjek? Akkor válassz engem. Hogy téged? Nincs Ramis, csak én. Honnan tudod, hogy... Mindent tudok. És ezt Ramisnak is elmondom. Ha úgy döntesz, Selma. Válasz engem. Szeress engem. Őszintén. Ne hazudj nekem többé erről. Ha nem vagy szerelmes, mondd azt.
el fogom viselni. Fájni fog, de túlélem. Hogyha viszont hazudod a szerelmedet, az kibírhatatlan. Úgy én nem tudnék élni. Arra kérlek. Vagy itt helyben ölj meg, vagy válassz engem.